sportkezelébe. És nem csak, és akkor most játékvezető kezében, hogyha jól látom, André Attila, mert hivatalosan ezt sem közölték, és az első bedobást azt némi érdekes közjáték után a Sportklub Rádai révén hozza el. Indult tehát a Székely Derbi emelőbb pálya során a korong. Szilveszter ismét, Gecse ismét, körülményes, remek játék, és ott a gól, remek játék, és megtalálja Bodó a rövid felső sarkat. Hát Gecse hibázott itt, nem tudott felszabadítani, egyszerűen, hogy Orbán és Bodó a sziámi ikrek, akik ugyan sorban külön vannak választva, de most remeszt összjátékkal szerezték meg a Székely rangadó első gólját. Kubát, szurkolók szeretek volna egy kiállítást, de nyilván a találkozó folytatódik, Kubát ismét részegen játszott össze. Kubát, felnéz és behúzza, Bece volt ott Rinne orra előtt, a finn honosított kapus semmit sem látott, és 1-1 az állás, az első előny, nem a másodikat már értékesíti a Sportklub. Kubát csuklólövése talál utat, aztán ismét utoléri. Némi, mondjuk úgy, hogy nem kettő, de egy percet érő testjátékkal, és hatalmas gól, és ez úgy gondolom, hogy kapusgól. Talán meg is pattant a pak, és ha már beindult egy üzlet, akkor jön a következő. Ismételten Bodó az, aki betaland EHK-nak. Mert testméreteket jól használják ki. És akkor lássuk, hogy most igen, ott a gól, miközben Ejzecsákot szolgálják ki, és Ejzecsák találja meg egy 3-2 ellen felrajzolt támadást követően az egyenlítő gólt. 2-2. Hát, ha nem csal a memóriám, akkor az Ejzecsák első találata a Sportklub színében, az biztos, hogy a Székely Derbiken most köszön be először. Így a piruettje sem lett tökéletes. Kacskov, Aranyi közül le, aztán tovább teszi korcsolyával, Bece, ránk helyzet rá nyomást, Bece ismét, és ott a gól, Bece teszi be a kapu előterével, innen ő kér a korong, és ki más, Jevgeni Kacskov, a rutinos orosz fiatalember, behúzza, hát egy könnyű gól Kacskov szempontjából, nagy gól a Sportklub szempontjából, 3-2, Dahlhuizen elegánsan találja meg a folytatást, aztán visszakapja a korongot, Császárt indítja, Császár középre húz, és ott a gól, Császár húzott középre, Sándor Széke ottól találta meg a kaputorkában, ki más, Bodó, és ismételten döntetlen az állás, 3-3, vesztés részek Tamásának, a gyergyői harmadba, vendégek nyerik, Fejes Nándor, Fejes, Sebastian Silvestre próbált korongot szerezni, Bece Tiamér, kis ilyen sikerül neki, és most 2-1 ellene jönnek a vendégek. Bodó, Bodó, jó a betett korongja, és beteszi, ott van, Bodó, 4 pontos, 2 gól, 2 gólpassz, Fejes Nándor az, aki jól érkezik a kapu előterébe, Bodó remekül szolgálja ki, és Fejes mindenestől besodorja a játékszert, ami biztos, hogy les nincs, jó a bubos passz, Fejes is remekül érkezik, és visz mindent Bodó, és bekotolja Fejes Nándor. Jön az ítélet André Attila részéről, egy ítélet lehetett videózás követően. Megadja a gólt, győz a GHK, és lassan jön a rájátszás.